A csővezetékeknek és szerelvényeknek az a feladata, hogy a víznyerőhelyről a szivattyú segítségével a szórófejekhez szállítsák az öntözővizet. A hordozható csőhálózat minden tagját gyors kapcsolóval látták el, ezért könnyen minden segédeszköz nélkül kapcsolható. A különféle idomok, elzáró és szabályozó szerelvények számos kapcsolás és elágazás kiépítését teszik lehetővé. Az egyenes csövek hossza 6 méter. A gyors kapcsolású alumínium csövek és idomok 87 mm és 130 mm névleges átmérővel készülnek. A csővégek összekapcsolását perrot rendszerű acélkapcsoló szerkezet biztosítja. A csőkapcsoló pozitív és negatív fejből áll. A pozitív kapcsolófej gömbszelet, a negatív kapcsolófej tölcséres alakú, és ennek a hornyában helyezkedik el a tömítőgyűrű. A negatív kapcsolófej mögötti gyűrűre erősítik a kapcsoló szerkezetet. Összekapcsoláskor a kapcsolókörmöket a pozitív kapcsolófej peremébe kapcsolják, majd a kapcsolókar zárásával a pozitív csővéget behúzzák a negatív fejbe. A perrot csőkapcsoló előnye, hogy víznyomástól függetlenül légtömören zár, és mintegy 10-18 fokos irányeltérést tesz lehetővé. Az egyenes csövek egymáshoz kapcsolásával az igényeknek megfelelő hozban fő- és szárnyvezeték szerelhető össze. Csonkos cső esetében a 6 méteres szárnyvezetékcső végén, a pozitív fej közelében kis csőcsonk van beépítve, melyhez a szórófej vagy a szórófej állvány felszálló vezetéke kapcsolható. A csonkos csövek csak kis teljesítményű szórófejek használata esetén alkalmazhatók. A csőidomok biztosítják az öntözővíz kormányzását és szétosztását az öntözőberendezésen belül. A hattyúnyakcső feladata, hogy a szivattyúból az öntözővizet a fővezetékbe vezesse. A szivattyú nyomócsonkján lévő tolózárhoz gyors kapcsolóval csatlakozik. A T és kereszt idomoknak az elágazások kiépítésénél van szerepük. Az elágazások azonos átmérővel vagy kisebb átmérővel alakíthatók ki. A könyökcsövek a vezetékhálózatban előforduló ívek kiépítéséhez szükségesek. A kétféle méretű tolózár a vezetékbe építve lehetővé teszi a nyomás beállítását, vagy a T-idomhoz, illetve kereszt-idomhoz csatlakoztatva a szárnyvezeték rákapcsolását, üzembe helyezését, illetve elzárását. A végelzáró fővezetékek, szárnyvezetékek és kereszt-idomok végeinek lezárására szolgál. A szórófejállványok az esőztető öntözés kisegítő eszközei a felszállócsővel együtt. A felszállócsövet csak magas növényzet esetén alkalmazzák. Átmérője a szórófej teljesítményétől függően változik. A szórófejállvány a felszállócsövet és a szórófejet támasztja meg. Három vagy négy lábú kivitelben készülhet, az állványlábak vége a földbe szúrható és talptárcsával van ellátva. A szívóvezeték végére a szivattyú zavartalan üzemeltetésének biztosítására szívókosarat és lábszelepet kell felszerelni. A lábszelep a szivattyú szívócsövének aljára szerelt elzáró szerelvény.
A szűrőkosár a lábszelepet veszi körül, megakadályozza, hogy a szivattyú járókerekébe szálas, durva uszadék kerüljön. A víznyerőhelyről az öntözővíz a szívóvezetéken át a szivattyúba, majd megfelelő nyomással a fő és szárnyvezetékeken keresztül a szórófejekhez jut.